Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! Nagyon sok videó készült már a délszláv háborúról. Esett már szó Jugoszlávia szétrobbanásáról is. Akik a Tito rendszert, vagy éppen a jugoszláv partizánok történetét nem ismerik, vagy csak felületesen, délszláv háborút ismerve és a délszláv háborút megelőző politikai történetet ismerve, azoknak Tito akár még egy romantikus figura is lehet. A Tito féle igencsak sikeres partizán mozgalom mindössze a nulladik lépése volt a kommunista Jugoszlávia létrehozásának. Az első lépés, tehát Tito Jugoszláviája, az a vérfürdő volt. Tisztogatott a szerbek közül, tisztogatott a csetnik gyanús elemek közül, tisztogatott az értelmiség közül, tisztogatott az egyházi vezetők közül, és erősen ajánlom a korábbi videómat, ami a délvidéki vérengzésről szólt. Konkrétan kiirtották a Jugoszláviában élő németséget, és megkísérelték a magyarokat is. És ezek nem elszigetelt spontán történések voltak, még akkor sem, hogyha igen, egyszeri délvidéki szerb emberek is csatlakoztak ezekhez a vérengzésekhez, de a jugoszláv partizánok irányításával, propagandájával, motiválásával, vezetésével történtek ezek. Ez Tito álmához, az egységes jugoszláv nemzethez vezető út volt. Tito halálával az álomnak vége lett, majd aztán a délszláv háború kirobbant. Igen, ez valóban egy brutális és szörnyű esemény volt, és valóban rossz politika vezetett ehhez, de Jugoszlávia megszületéséhez semmivel sem vezetett békésebb, vagy éppen emberiebb, vagy éppen humánusabb út. A mai videóban egy-egy a délvidéki vérengzésen kívüli partizánok, jugoszláv partizánok által elkövetett népirtásokról fogtok hallani. 1945. januárjára Bosznia-Hercegovinát elfoglalják a partizánok. 1945. márciusában egy újabb offenzívát indítanak a vörösök, és a Zágrábig húzódnak vissza az usztasák és a németek. Zágrábot azonban 1945. májusig tartják. Ekkor azonban feladják, majd a német kapitulációval együtt május 9-én a szlovén fővárost, Ljubljanát is átadják. Meg kell jegyeznem azonban, hogy nagyon sokan puskaporos hordónak szokták nevezni a Balkánt. Nos hát a második világháborúban itt ez a régió véres puskaporos hordó volt, ugyanis szétrobbant és minden csupa vér volt. Brutális kegyetlenségeket hajtottak végre mind a horvátok a szerbek ellen, mint a szerbek a horvátok ellen. És természetesen elnézve ráadásul a Balkán sorsát a háborút követően és a háború végén a legnagyobb mészárosok a jugoszláv partizánok voltak. Josip Broz Tito, ugye a partizánok vezetője egyébként maga is horvát-szlovén származású volt. Na, nem hiszem, hogy pont ez befolyásolta volna a következő tényben, ugyanis noha követtek el partizánok horvátok és szlovének ellen kegyetlenségeket, ez nem volt olyan ütemezett, ez nem volt olyan megszervezett, megrendezett, mint amilyen a magyarok és a németek ellen volt. Egyértelmű, hogy ugye Titónak terve volt ezzel a két szláv néppel, ugye a Jugoszláviához. Tito nagy vágyálma az volt, hogy ezekből a szláv népekből egy nemzetet hozzon létre, és ehhez kellettek neki a horvátok és a szlovének is. Ez persze azt jelentette, hogy amivel a horvátok és szlovének különbözni tudtak mondjuk a szerbektől, azt elég erőteljesen elkezdte ugyebár üldözni. Ez ugye nyilván a nemzeti öntudatot jelentette, valamint ugye a vallás. És hát nyilván nem ok nélkül volt az, hogy az 50-es években még bizony-bizony rengeteg horvát nacionalista harcolt gerilla mód a jugoszlávok ellen. Azonban térjünk vissza egy kicsit márciusra. Miután megindult a márciusi offenzíva, egyre több civil kezdett menekülni. Miután Zágráb elesett, a menekültek száma egyre csak nőtt. A menekültek között elsősorban nyilván horvátok, szlovének és németek, de bizony-bizony rengeteg szerb is volt közöttük, akik nem akarták megízlelni Tito uralmát. 200 ezer ember menekült, többségük nyilván civil, de voltak közöttük katonák is. Egyes források szerint 60 kilométeres volt az a bizonyos menetoszlop. Katolikus gimnáziumok teljes egésze menekült, tanárral, diákkal együtt. A menetoszlop 1945. május 15-én elérte az osztrák-szlovén határt. Ez Blejburg térsége volt, menetoszlop átlépte a határt.
Ezt a térséget a britek tartották. Nyilván, ha most egy hollywoodi filmben lennénk, a jóságos britek védőkart nyújtottak volna a menekülteknek, a bűnösöket megbüntették volna, a civileket pedig megmentették volna. Ez azonban nem egy hollywoodi film. A britek a menekültek teljes egészét kiadják a jugoszlávoknak. De hogy mégis miért? Tudni illik, beszéltünk már arról, hogy a csetnikek milyen irracionális térképet húztak meg maguknak, például ugye Pécset is sok csetnik ősi szerb városnak tartotta. Nos, kedves hölgyek, urak, a kommunista Tito nem volt különb az ilyen irracionális elképzelésekben. Ausztriából Tito igényt tartott Klagenfurtra. Churchill azonban semmiféleképpen nem akarta ezt a térséget átadni Titónak. Ezeket a menekülteket pedig, akik már ekkor ugye Ausztriában voltak, át kellett volna, hogy vegye a jugoszláv partizánok bizottsága a hadi törvények szerint. Azonban, ha ez bekövetkezik, nehezebb lesz a történet, ugyanis jugoszláv katonák fognak masírozni azokon a területeken, amiket a brit katonák már egy új Ausztria számára foglaltak el. Így hát Churchill utasítására a menekülteket visszaküldik a Jugoszlávia területére. Voltak olyanok, akik el tudtak menekülni. Voltak, akik később, ugye az 50-es években harcoló gerillákhoz csatlakoztak. De a tömeg túlnyomó többségét kivégezték. Csak néhány nap alatt több tízezer embert végeztek ki. 20. század egyik legnagyobb tömegmészárlása volt ez. Az igazat megvalva nagyon kevés információ van arról, hogy mégis ezzel a rengeteg emberrel konkrétan mi történt. Az emberek többségét nem találták meg holtan, de élve sem. 1948-ig ütötték, verték a jugoszlávok, a horvátokat és a szlovéneket. 1948-ban csettintésre megszűnt az üldöztetés, megszűntek létezni szerbek, horvátok és szlovének, és mindenki jugoszláv lett. Legalábbis ugyebár Tito így képzelte ezt el. Visszatérve azonban a menekültekre, akik életbe maradtak, azok táborokba meneteltek. A horvát történelem ezt a keresztútnak nevezi. A hosszú út alatt rengetegen meghaltak. Vitatkoznak a történészek arról, hogy mégis mekkora számot lehet ide reálisnak tekinteni. 80 ezer halálos áldozatot bizonyosan kötnek ugye a volt független Horvátország területén zajlott atrocitásokhoz, de sokak szerint ez az adat csak a háború utáni adatként tekinthető valósnak, de sokak szerint itt ebben a térségben akár 200 ezer halálos áldozatról is lehet beszélni, ebbe persze beletartoznak bosnyákok, szerbek, horvátok, szlovének is. Beszéltem már arról ugye a délvidéki vérengzéses videóban, hogy Tito hogyan tüntette el a holttesteket is. Most egy másik módszere a bányák. Voltak, rengeteg horvátot és szlovént bányákban öltek meg, majd a bányát pedig rájuk robbantották. Beszéljünk most azonban más népekről is. Szlovének. Nos, a szlovénekről nem beszélnék külön, ugyanis nekik a történetük teljesen egybefor a horvátokéval. Beszéljünk az olaszokról. Az ő közösségük a horvát és szlovén tengerpartok közelében volt. De csak volt. Tito kiirtatta és elűzette mindannyiukat. A legismertebb tömeggyilkosság a folybemészárlás volt. Ez Dalmáciában, Isztriában történt. 5000 és 10000 közötti olasz halálos áldozatot számlálnak itt. Beszéljünk a bolgárokról és a macedónokról. A bolgárok ellen irányuló legismertebb atrocitás az 1945. januárjában történt, úgynevezett véres karácsony volt. Ugyebár azért volt ez ugye januárban, mert ugye ortodoxoknál januárban van a karácsony. Azonban ezen a szent napon 5000 bolgárt öltek meg, és ennek hatására több ezeren kezdtek el menekülni Görögország felé. A macedónokkal kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy nagyjából összefor sorsuk a bolgárokéval. Őket a jugoszláv kommunista vezetés nagy bolgár sovinisztának tartotta, és elsősorban, ha atrocitások érték a macedónokat, az emiatt történt. A végén pedig szeretnék egy olyan népcsoportról beszélni, akik kisé meglepetés lehet sokak számára, hogy itt a délszláv vidéken is élnek, ők a ruszinok. A ruszinok a délvidéken éltek, a magyarok, a németek, szerbek, horvátok, meg annyi más-más nép között. Mikor a délvidéki vérengzés elkezdődött, avagy elkezdődött a magyar és német írtás, a ruszinok kiálltak ezen népek mellett. Alapvetőleg ugye a ruszin az egy szláv nép, Kárpátalján és a felvidék keleti részén éltek elsősorban, nem ukránok, sokkal inkább az oroszokhoz hasonlít a kultúrájuk. Rengeteg forrás arról árulkodik, hogy a ruszinok nagyon kedvelték a magyarokat és egy nagyon békés közösséget alkottak közösen, így hát érthető, hogy miért is álltak ki a magyarok mellett,
sajnálatos módon sokuknak ez lett a vesztük. Nagyjából egy olyan 200-300 ruszint öltek meg a jugoszlávok. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, sziasztok! Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, ha tetszett a videó, akkor segíthetsz nekem egy megosztással, ha pedig szeretnéd támogatni a csatornámat, a videó leírásában megtalálod a linket a Patreonomhoz. Sziasztok! Ezek a videók, ahogyan láthatjátok, nem mai darabok, ezek jó pár évvel ezelőtt lettek felvéve. Sajnos a YouTube úgy döntött, hogy bizonyos képek, vagy bizonyos zenék, vagy bizonyos filmanyagok miatt ezeket korhatárosra állítja be. Kizárólag regisztrált felhasználóknak volt elérhető, továbbá azoknak, akik igazolták életkorukat bankkártya vagy személyi segítségével. Onnantól kezdve, hogy ezeket a korlátozásokat megkapták ezek a videók, megtekintés nem igazán érkezett ezekre, így újra dolgozásra kerültek. Elnézést kérek a meg annyi hibáért, ezeket igyekeztem kis csillagozva a videóban jelezni, és elnézést kérek a vágási hibákért is, de határozottan állítom, hogy még mindig jobb így, mint úgy, ahogy eddig voltak fent, tehát a teljes homályban és elfeledettségben. Na, ennyi, megértéseteket köszönöm, sziasztok!